Vízilabda hívei zsúfolásig megtöltötték a szekszárdi csarnokot. Jöttek, mi több özönlöttek a világválogatottal felérő győri Audi Eto vendégjátéka miatt. Legalább 150 szurkoló jött át Dunaújvárosból, ennek mintegy fele Győrből érkezett. A nézők mintegy 75%-a szekszárdi, illetve környékbeli volt. A többség a sok saját nevelésű játékost is felvonultató Dunaújvárosnak szorított, hogy képes legyen egy viszonylag szoros jó meccset játszani a több éve világ legjobb csapatának számító többszörös bajnokok ligája győztes Győr ellen. A zöld-fehér alakulat egy-két kivételtől eltekintve legtöbb világklasszisát most is pályára küldte. Ott volt a pályán a brazil Amorim, a norvég szuperduo Bratseth Oftedal, a Dan Hansen és az idővel megérkező erősítésnek számító franciák is, na is persze Bulatovics. Le a kalappal a piros mezes újvárosiak előtt, akik szép gólokat szereztek a fal előtti játék után, és néha indításokból is. 10 környékén tudtak maradni, Szalai Babett és a bonyhádi származású Szekszárdon nevelkedett Szekerc és Luca voltak az újvárosi gólfelelősök, az előbbi 6-szor, Szekerc és Luca pedig 5-ször talált be, 2 alkalommal büntetőből. Nagy ováció fogadta minden gólját. Igazából ez a játék szituációktól függött, igazából megpróbáltam átlőni, de nem igazán sikerült, mert végig lesáncoltak, úgyhogy itt a végén betörésekből sikerült ugye gólt lőnöm. Hansen Amorim Bratseth 3-as fölött gólt lőni, klasszikus átlövéssel bevenni a Győr kapuját, ez a nemzetközi porondon is keveseknek sikerül. Ja, azért ez egy világválogatott, ezért igazából minden szempontból jobbak. Megpróbáltunk mindent beleadni, ez jött ma ki. Elégedett vagy az 5 góllal, meg a mezőnyben? Lehetett volna jobb is, sokkal jobb is. A Dunaújvárosi Kohász Akadémia szakosztály igazgatója látott olyan pontokat csapata játékába, ami a rivális középcsapatok ellen, ha tudják alkalmazni, sikerre vezethet. A 13 gólos különbség a Győr ellen ma realitás. Jobban használjuk ki, amikor létszámhátrányban volt a Győr, akkor talán egy kicsit még szorosabb lehetett volna ez a mérkőzés, de összességében azt gondolom, hogy főleg a második félidőben a Győr még egy sebességi fokozatta feljebb tudott kapcsolni, és azzal ár azért nagyon sok volt nekünk, kár a második félidő első 10 percért. Ott én úgy érzem, hogy nem vetőnük értünk 2-szer gyorsan időt, mert egy kicsit hiteadottá is vált a csapatunk, de azt gondolom, hogy összességében a csarnok atmoszférája nagyon jó volt, tehát jó volt Szekszárdon kézilabdázni, tehát összességében pozitív erőjelekkel, pozitív szemlélettel távozunk innen. A szekszárdi kézilabda szurkolók szerencsések azokhoz a városokhoz képest, ahol nincs élvonalbeli, illetve másodosztályú csapat sem. Már 2-szer is láthatták élőben játszani Szekszárdon a női kézilabda győri világklasszisait az elmúlt 6-7 évben.